Somorjai Ferenc bérlet keretében izgalmas időutazásra invitálta meg a klasszikus zene barátait az Alba Régia Szimfonikus Zenekar a Szent István Művelődési Házba. A helyszín Bécs az 1820-as évek végén, a császárváros utánozhatatlan zenei milliójét ezúttal Schubert és Paganini alkotásai idézték fel a zenekar művészeti vezetője Dobszai Péter dirigálásával. Van egy nagyon erős olasz zenei rokonság a két műnek bizonyos részletei között, miközben az olasz nyitány bevallottan is egy Rossini paródia, és ilyen szempontból egy nagyon szórakoztató esettanulmány arra, hogy milyen az, amikor Schubert utánoz egy nagymestert felvállaltan. Aközben a szimfóniában az olaszos részek mellett egy nagyon Beethoven-es szkercó is helyet kapott, és hát mindez valamilyen módon mégiscsak Schubert lényéből fakadóan és az ő érzésein átszűrve egy egészen sajátos és összetéveszthetetlen hangot üt meg. A két Schubert darab között az Ördög hegedűse, minden idők legnagyobb hegedű virtuóza Paganini ritkán hallható, a dallamos olasz belkantót látványos virtuózitással ötöző Brácsára írott szonátájának dallamai csendültek fel Fülöp Levente Brácsa művész előadásában. A koncert az eleve, hogy mondjam, egy másodperc nyugta nincs az embernek. Egyébként sincs, de ebbe aztán pláne nem, mert nagyon gyors, meg virtuóz, de nagy örömmel játszom, nem először játszom, remélem nem utoljára. Gyönyörű melódiák vannak, virtuóz, szóval én nagyon örülök neki ennek a lehetőségnek, hogy ez létrejött. A klasszikus muzsika barátai legközelebb november 24-én találkozhatnak a zenekarral. Az Arzó Székházban folytatódik a Kérdezd a zeneszerzőt sorozat. A koncert keretében a 100 éve született Ligeti Györgyre, a 20. század egyik legizgalmasabb, mindig új utakat kereső világhírű zeneszerzőjére emlékeznek.